szegvári sajátosságokról érdeklődtünk. A szegvári kisiparosok helyi intéző bizottsága 1978-ban alakult meg. Ezt követően elhatároztuk, hogy a helyi kisiparosok termékeiből egy kiállítást létrehoznánk, és ez 1980-ban történt meg. Ezt követően két évenként rendeztük ezt a negyedik kiállításunk, amelyet létrehoztunk. Szegvár 5800 fős lakosságához képest soknak tűnik az itt működő 80 kisiparos. Hogy tudnak ők megélni? Hát abból, hogy jól megélnek, a következő okokat látom. Elsősorban azt, hogy lakosságunk reális igényeit elégítik ki, és megfelelő színvonalon munkájukra nem érkezik észrevétel panasz az elmúlt időszakban. Másik lényeges okát abban látom, hogy az utóbbi másfél-két évtizedben szolgáltatás vonatkozásában a szocialista szektor szinte kivonult a nagyközségből, és így helyüket is nagyrészt a kisiparosok vették át a szolgáltatásban. Aki nem is tud itt részt venni termékével vagy munkájával, az is részt vesz a kiállítás rendezésével, a kiállítással kapcsolatos rendezvényekbe, és mi örülünk is ennek, hiszen ez a kisiparosok között a közösségi szellemet is javítja. A közel 80 fő kisiparosnak a közösségi kapcsolata valóban nagyon jó, és a szocialista szektorok példájára ők is munkabrigádot is alakítottak. 1981-ben alakult meg az első, március 15 néven 84-ben a második, és azóta mindig jelentős eredményeket értek el. Kiváló munkabrigád, ezüstfokozat, ők szervezik, mozgósítják a társadalmi munkát a községben, hiszen ez a 80 fő az elmúlt évben is mintegy 360 ezer forint értékű munkát végzett, általában gyermekintézményeinknél. Nem zavarja őket az, hogy mind-mind szinte más szakmában dolgozik, szervezik, mozgatják egymást hihetetlen módon jól. Létezik az, hogy mondjuk egy építkezésnél a kőműves, a festőmázoló, a vízvezetékszerelő és egyébek összefognak, tehát ilyen a brigád összetétele? Létezik közös munkánál is, sőt, brigád tagnál, az egész brigád a házépítésnél ki a maga területén vette ki a részét. Örül azt tartják itt Szegváron, hogy nincs olyan asztalos munka, amit el nem vállalna. Körülbelül 8 szakmát elvégzik, úgyhogy ami a faiparhoz tartozik. Úgyhogy ebbe van faesztergályos munka, épületmunka, műbútorasztalos munka, fehér bútor munka, akkor parkettázás, üvegezés, ács munka. Szóval nagyon sok réti, még bognár munka is elmegy. Kádár munka. Úgyhogy még több rétűbb. Mert itt nagyon bonyolult munkák is összejönnek, úgyhogy nagyon régi fajta szerkezeteket küld újra varázsolni, úgyhogy. Úgyhogy van munka akkor bőven. Mennyit dolgozik naponta? Hát naponta már most betartom a 8 órát, mert már én is 49 éves vagyok, úgyhogy most már nem megy a 2x8. Az előzetes beszélgetésünkkor azt mondta, hogy annyira szereti ezt a munkát, hogy akkor is csinálni, ha nem fizetnének érte. Hát általában olyan munkahelyem is voltak, hogy fizettek is nagyon, nem is, de szívvel, lélekkel készítettem a munkámat, a feladatomat. És a napi 8 órai munka után van-e valami hobbija? Hát a méhészkedés, ez a hobbim. Azt szeretem. Szegváron egyáltalán nincsen állami építőipar, úgyhogy mindent a kisiparosok igen, építenek. Évente hány házat épít? Hát volt olyan eset, hogy 18-at, és most kevesebb, egy kicsit csökkent, 4-et, 5-öt, úgyhogy mikor, hogy kívánja. De rengeteg ilyen átalakítást csinálunk, hogy most ez a tendencia, úgyhogy tulajdonképpen egy kicsit az emberek arra törekednek, hogy nem, aki nem bír újat építeni, az próbálja átalakítani a régit. Télen önöknek holt szezon van, ilyenkor tavasztól őszig viszont nagyon-nagyon dolgoznak. Ilyenkor, mikor esik az eső, mint most is például, ha bevonulnak az ereszt alá, vagy hát nem számít? Hát akkor belső munkát csinálnak, hát van belső munkánk természetesen, és akkor úgy kifigyeljük a meteorológiát, figyeljük, és akkor egy-két nap, ha mondja, akkor átállunk természetesen belső munkára.
Legendák keringenek arról, hogy a kőművesek mekkora hatalmas pénzt keresnek. Mi igaz ebből? Hát ebből semmi nem igaz. Az az igazság, hogy tulajdonképpen a kisiparos, hogyha dolgozik, úgy nem hiszem, hogy úgy van, mint mondjuk vállalatoknál, vagy stb. Úgy meg kell csinálni, és ha az ember megegyezik, és becsületes munkát ad, rátölti az ideit, akkor szerintem nem megy, az a legendás pénz az nincsen. Egy ilyen kiadós nyári zápor után igazán rám férne egy kis fodrászolás, elvállalna? Természetesen. Igaz, hogy férfi fodrász vagyok, de attól függetlenül a hölgyeket is elvállalom. Mennyi a munkája? Hát van. Amikor már délután este fele van, akkor inkább. Mert a nyitvatartással alkalmazkodni kell az emberekhöz. És általában este fele vannak vendégek. Különösen a fodrásznők nem szívesen vállalják a férfi fodrászatot, ön mégis miért szánta rá magát? Hát tulajdonképpen ez a szakmám, amikor én 64-ben felszabadultam, hát akkor nem is vettek föl, csak kimondott férfi fodrásznak. És aztán én szeretem a szakmámat, ez az igazság. Nem tudnám elképzelni mondjuk egy más szakmát. A másik meg az, hogy most valahova máshova eljárjak dolgozni, az nem kifizetendő. Hát így meg itthon igaz, hogy nem 8 óra hosszával, több munkával, de azért megéri.